Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, mégpedig azt, hogy mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. A gondolatait, a terveit középen látjuk itt felül és alul. A négyes szám azt jelenti, hogy mennyire fontos számára, vagy mindkettőtök számára a biztonság érzete. De ő benne van még egy szűkös helyzetben. Ez lehet a munkahelye, ez lehet a lakhely, ezek lehetnek családi kapcsolatok, vagy úgy érzi, hogy a párkapcsolatban kell a biztonság érzete, de valahogy most így minden megáll. Itt vacillál egy kicsit, döntéseket fog hozni, vagy ebbe az irányba, vagy ebbe az irányba. Mivel itt az érmékről van szó, ez jelentheti az anyagiakat és a munkahelyét, tehát itt előfordulhat az, hogy jelenleg ilyen munkahelyi dolgokról van szó, ott van ez a szűkös helyzet, és döntéseket fog hozni, hogy maradjon-e igen vagy sem. Az is lehet, hogy van két ajánlat, és el kell döntenie, hogy melyik megfelelő számára. Az érzelmeit itt bal oldalon látjuk. Itt újra az érmék vannak, ami jelenti a pénzügyi dolgokat vagy a munkáját. Ő nagyon-nagyon szorgalmas, és nagyon jól dolgozik. Így mások figyelgetik őt, előírják neki, hogy mit kellene tennie, kíváncsiak, de nem dicsérik. Emiatt látható itt ez a kihívás, nem érzi jól magát itt ezen a munkahelyen, de lesznek változások, hiszen itt látható, hogy közeledik hozzád, azon kívül az is látható a képen, hogy itt sikerei lesznek. És mit fog tenni, az itt van, még kicsit visszahúzódó. Ezzel a lámpával megvilágítja a saját életutat, és ő saját maga fog döntéseket hozni. Itt a sors kereke jelenti, hogy lesznek sorsdöntő események vagy változások. A kezébe veszi a kardot, és az azt jelenti, hogy lezár valamit, például ezeket a kihívásokat, vagy ezt a szűkös helyzetet, és döntéseket fog hozni. Azon kívül ez a kép jelenti a levegő elemét, és a levegő eleme szimbolizálja a kommunikációt. Közeledik hozzád, beszélni akar veled, és a levegő eleme segít abban, hogy kilépjetek ebből a szűkös helyzetből, és végre fel tudjatok lélegezni. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a könyv jelentheti a tudást, a továbbképzést, de az ő zárkózottságát is. Vagy azt is jelentheti ez a könyv, hogy ő úgy gondolja, hogy valaki a munkahelyen eltitkol előle valamit. Itt a medve jelenti az ő élet erejét, hogy ebben a helyzetben be tudja bizonyítani magát. Az erő, az lehet a belső erő is, ami itt is látható, a meditáció, a visszahúzódás, hogy erősíti a hitét, hisz abban, hogy a sors kereke oda vezet, hogy minden jóra fordul. Itt van ez a kihívás, hogy mások támadják őt, de ő győzni fog. Ő irányítja majd itt a dolgokat. Itt az utak azt jelentik, hogy útban van hozzád. Azon kívül jelentik az utak a döntéseket is, hogy melyik irányba kell majd haladnatok.
Mivel itt látható ez az igazságtalanság, hogy nem kapja meg az elismerést, ez számára egy nehéz helyzet, itt vannak még akadályok, de ezzel a karttal elvágja az akadályokat, lesznek változások. Itt a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, de jelentheti a visszahúzódást is. Néha utalhat egy szűkös helyzetbe, amikor fogva érzi magát a toronyba, és ebből a helyzetből ki akar lépni. Itt a kígyó jelentheti a megújulásokat, a transformációt, a gyógyító erőt, de lehet egy hölgy is, és mivel itt döntésekről van szó, ezzel a karttal szimbolikusan elvághatja a kígyót, ami azt jelenti konkrétan, hogy lezárja a kapcsolatot ezzel a nővel, ha itt tényleg egy nőről van szó. Mert a kártya jelentheti a gyógyító erőt is. Itt lezár valamit, a szűkös helyzetet, a vacillálást, a kihívásokat, az igazságtalanságokat, ezt a visszahúzódást, és akkor a sors kereke majd más irányba vezet, ahol sikerek vannak, és útban van hozzád. Az ő jelenlegi helyzete. Itt van hamisság a háttérben, itt azért vannak tényleg kihívások, amit neki meg kell oldania. És a te jelenlegi helyzeted. Itt vagy a gyermekekről van szó, vagy az ártatlanságról, vagy egy új irányról, egy új kezdetről. És ez volt az általános jóslás, viszont megvan a lehetőség arra, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint, ahol összetudom hasonlítani a horoszkópotokat, vagy ha változásokról van szó, akkor le tudom írni azt, hogy melyik a megfelelő időpont, vagy melyik életterületen lesznek most változások. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.